Üdvözlöm Önöket az EVTN Vatikáni stúdiójából. Gotovszky Vivien vagyok, tartsanak velem és nézzük az elmúlt napok legfrissebb vatikáni híreit. Ferenc pápa május 25-én szombaton beszédet mondott a gyermekek első világnapján, ahol a világ minden tájáról összegyűlt gyermekekkel együtt beszélt a békén, a reményen és a párbeszéden alapuló jövő építésének fontosságáról. Az olimpiai stadionban május 25-én mintegy 50 ezer főre becsülték a jelenlévők számát. A gyermekfaluvá átalakított római olimpiai stadionban olasz hivatásos labdarúgók barátságos foci meccset vívtak néhány mezbe öltözött gyermekkel a Szent Atya érkezése előtt. Az eseményt megelőzően Ferenc pápa palesztin és ukrán gyerekeket csoportjával találkozott a Vatikánban. A gyerekek közül néhányan elvesztették szüleiket, mások végtagjaikat vagy más látható sérüléseket szenvedtek. Május 25-én szombaton délelőtt fogadta Ferenc pápa a Kelemen teremben a Világiak, a Család és az Élet dikasztériuma szervezésében az ifjúsági lelkipásztorkodásról tartott nemzetközi konferencia 300 tagját. Hozzájuk intézett beszédében a hétköznapok ifjúsági lelkipásztori feladatairól szólt, amelyek között a megkülönböztetés művészetét emelte ki, melynek három jellemző szempontja a szinodális, a személyes és az igazságra orientált jelleg. A Szent Atya beszéde bevezető részében kitért a jeles napokra, melynek csúcseseménye volt a tavalyi lisszaboni ifjúsági világtalálkozó, ahol a fiatalok a pandémia után egy nagy adag reménységinjekciót kaptak. A pápa reméli, hogy ez a lelkesedés tovább folytatódik jövőre a fiatalok római jubileumával és 3 év múlva a szőuli ifjúsági világtalálkozóval, ahol sok-sok fiatal találkozhat majd Jézussal, köztük olyanok is, akik nem járnak rendszeresen templomba, de szükségük van a remény üzenetére. Az ENSZ becslései szerint több mint 2000 ember temetett maga alá a május 24-én bekövetkezett földcsuszamlás, amit 6 faluban mintegy 150 házat rombolt le egy igen nehezen megközelíthető térségben. Ferenc pápa mély fájdalmának adott hangot a tragikus földcsuszamlás miatt, ami Pápua Új-Guineát sújtotta a napokban Enga térségében. Az eddigi becslések szerint 2000 ember halálát követelve. Mint ismeretes, a Szent Atya szeptemberben készül meglátogatni az óceániai országot, amelyet most lelki támogatásáról biztosított a természeti katasztrófa miatt. Imádkozik a halottakért és mindazokért, akik elvesztésüket siratják. Imádkozik továbbá a mentési munkálatokért, amellyel a sok eltűnt szemét igyekeznek felkutatni. A pápa apostoli útjára a térségben a tervek szerint 2024. szeptember 2-ától 13-áig kerül sor, amely alkalmával Indonéziát, Pápua Új-Guineát, Kelet-Timort és Szingapúrt keresi fel. És ne feledjék, a Szentével kapcsolatos információkkal rendszeresen jelentkezem, itt a Vatikánóban. Köszönöm figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezem Rómából, az Egyház szívéből.